Marad a rossz idő, már nem lesz kánikula, vége a nyárnak. Halljuk és érzékeljük is bőrünkön a hűvös tényeket. A nyár elejé előrejelzések nem igazolódtak be. A száraz, meleg levegő messziről elkerüli térségünket. Az elmúlt két hétben számos ciklon vándorolt az ország felett, esős, viharos időjárást eredményezve. A nyaralni vágyók közül sokan idő előtt hazatértek, de akadtak olyanok is, akik inkább el sem mentek a jól megérdemelt pihenésre. A szerencsésebbeknek nem kellett megválniuk a nyári örömöktől, ők inkább valamilyen külföldi turista paradicsom felé vették, vagy veszik az irányt a következő hetekben. Nem kellett lemondani, mert hosszú évek óta először külföldön voltunk, tehát sajnos itt rossz idő volt, hallottam, nekünk nagyon jó időnk volt. Nem kellett lemondanunk most, ebben az évben. Itthon voltunk, majd ősszel fogunk elmenni, őszi nyaralás, őszi csuka szezon, horgászattal fogjuk az időt tölteni. Még nem nyaraltunk, még csak most megyünk, úgyhogy Görögországba szerintem ott meg jó idő lesz. Persze néhányan a szeszélyes időjárás miatt teljesen lemondanak az idei vakációról. Idén nem lesz nyaralás, van, hát az idő. Most ezért nem fog elindulni sehova. Két napra, egy napra, abszolút sehova. Nem az anyagiról van szó, mert néhány tízezer forintból meg lehetne oldani, de nem. Nem, egyenlően nem. Nem szolgálhatunk jó hírrel annak sem, aki a következő napokban tervezi az utazást. Augusztusban ugyanis ezen a hétvégén számíthatunk még kellemes időre, aztán a nyárnak is vége, ha csak nem tartogat további meglepetéseket a mostanában tapasztalt ciklonsereg.